Ha meg tudnám verni Adama Traorét, megtenném. De nem tudom. Na, szevasztok srácok, üdv mindenkinek itt Nessai, és folytatjuk tovább Baba Tunde NDD Manager karrierjét az IEFC 24-ben, ami legutóbb nem egészen úgy alakult, ahogy terveztük. Hát lássuk be, hogy szoptunk, mint a torkos borz. Szégyen volt, megmondom őszintén, egy nagyon-nagyon jó szezon kezdet után gyakorlatilag a legutóbbi adásban két olyan vereséget szedtünk össze, kis bírói segédlettel, ami gyakorlatilag meg is torpedózta itt a kiváló esélyeinket a top 4-re, úgyhogy hatodik helyen áll a csapat, úgyhogy egy meccsel többet játszottunk, két győzelem, két vereség, nullás gólkülönbség, nem állunk jól. Úgyhogy természetesen, ahogy láthattátok az epizód végén, és hallhattátok ugye Baba Tunde, el is indította a kiváló edzőtáborba a csapatot, reméljük, hogy ott sikerült mentálisan és testileg is egy kicsit újra formálni itt a léhűtőket. Na de, vannak jó híreink is. Félix valami izgalom, doppergés, menjen a doppergés. Hölgyeim, uraim, pingvinek, szoponcok, és kocsogok. Na, igazából elérhető az új mez a shopban, az idegenbeli és a hazai 23-24-es Nessai FC szerelések már kaphatóak, ennyit akartam mondani, tök jól néznek ki, újra szabtuk a dizájnt, szerintem tök szép, úgyhogy ennyi igazából, ha tetszik, vegyetek, ha nem, akkor ne. Félix, reklám, taps Félix, és mehet a reklám. Oh God, it's so good. So good. Na de most, hogy a kötelezőket letottuk, srácok, haladni kell, egy kicsit be fogunk kukucskálni Baba Tunde NDD és a Nessai FC edzőtáborába, aztán pedig utaznak haza a repülőgéppel, és visszatérünk a bajnoksághoz. És akkor készen állunk. A csapat visszatér, lelkesebbek, mint valaha, hölgyeim és uraim, a Nessai FC vissza kell, hogy térjen a három pontok útjára. Folytatjuk a versenyfutást a bajnokságban. Fulham Nessai FC összecsapás, idegenben látogatunk az A csapattal. Eze még mindig sérült, a kapitányunk Maguire. A kecske, a vezér egy kicsit fáradt, de ez őt nem fogja zavarni. Gyerünk, srácok! 5-0! Ott jönnek, nézd meg! Érkeznek! Tele a stadion! Ez itt a palat... Ott beázik a palattető a Fulemnél, de a hangulat kiváló! Természetesen ezúttal is sokan hazai szurkolóknak álcázzák magukat, de ott egy pillanatra látni lehetett a Nessai FC B közepet. Baba Tunde üdvözli a hazai menedzser, felkészíti őt a fájdalomra, és akkor abban a pillanatban útjára indul a labda. Gyerünk, srácok, ki kell javítani ezt a csorbát, amit legutóbb összehoztunk. Davis jól indítja Kvaradónát, kemény kígyó Sámán pedig megrendelte a monszun esőt, hogy az erdős felkészüléshez jobban hasonlítsanak a körülmények, és egy Antonio-lózással indítunk. Erős kezdés, a kis kopter fölemelkedett a levegőbe, a labdát azonban a háló fölé emeli. 3 perc után megvan az első lehetőség. A motiváció egyértelműen megvan. Támad a Fulham továbbra is. Az lesz helyzet! Most integessé te! Zászlós parasztott az oldalvonalon! Most mutogassad! Mutogassa is, bizony ott van. Ő is megvette a hazai Nessai FC-m ezt egyébként. Lehetett látni az asszisztenst is. Egyértelmű a lesállás. Működik a VAR, 0-0. Nem aggód,
Nyugodjunk meg. Hát mondjuk ott maradt az Artificial Intelligence, érted? VR-ba maradtunk a pályán. Hát egy ilyen röplabda hálót így ide raktak nekünk, de ne törődjetek vele. Hihetetlen ez a játék, bazd meg. Ez folyton ad. Nem kell kitalálnom hülyeségeket, csinálja magától a játék. Mindig számíthatunk a franchise-ra. Tulajdonképpen minden évben kiperkálunk 30 ezer forintot ezekért a csodás meglepetésekért. Tehát, hogy nem panaszkodhatunk. Mindig van valami új hülyeség. Calvert-Lewin. Viaszélre, Wilson, Upamecano. Ne adjuk el, sok a hiba. Sok a hiba, Gulácsi. Davis jön a túloldalon. Listes, Kvaradona. Davis segít, jól húzza meg, most a beadás, most de hova a beadás, Anthony Morateles! Vagy 11-es! Haló? Nem már, ez már én szégyellem magam. Most nem, most komolyan? Jön a... így volt megbeszélve, igen, Morata a labda mögött. Morata lőhet, Morata gól! 1-0! Ne firtassuk a megérdemeltségét a dolognak. Idegenben vezet a Nessai FC. Morata újabb 11-es gólja. Hát ha lehet rontani a 16-oson belüli kezezéseken, akkor még egyet sikerült a FIFA-nak idén ebben elérni. Vagy IEFC-nek 0-1! Szép szerelés, Upamecano megy oda, aztán elveszíti. Két ember között eljut Lukicshoz, az les. Mondom... Hát, lehet, hogy nem volt les. Itt kapitány, ó, kapitányom, jól követi le az embert, jön a passz, és itt van ez az elmozgás, ami, igen. Tehát itt lehet látni, hogy nézd meg, hogy gondolkodik. Itt gondolkodik a kapitány, nézd meg, hogy gondolkodik, és hát annyit gondolkodott, hogy így, hát a többi védőhez képest így beragadt egy 5 métert így. Beragadt. Kapitányom. Előfordul! Legjobbakkal is megesik. Kopter. Nem, Kvaradona. Kancsalkacsa. Úgy menjél. Úgy nyomod. Durranjon a script nekünk is. Durranjon az a script! Bendavéd. Az első félidő végéhez közeledve egál az állás. Semmi gond. Csúszott a talaj, nehéz a levegő. Van még idő, fiú. Gulácsi! Van még idő egy támadásra, Trippier indul el, Koptert keresi szokás szerint, kicsi Kopter forog be, Morata kérné, Morata mehet, ott van a vezető gól! Álvaro bebassza Morata! Még a szünet előtt újra megszerzi az előnyt! 1-2! Trippier, Anthony és Morata a kegyetlen ítélet végrehajtással gyönyörűen mozog be a védők közé, és kilövi a hosszú fölsőt, védhetetlen bomba, durran a jobbos, szökik a málna, és vezet a Nessai FC még a szünet előtt. Álvaro Morata második gólja a mérkőzésen, eddig nem volt bajnoki találata a spanyol legendának, de most egy nagyon fontos gólt szerez. 1-2, és így mehetünk a fél időre. Robikám, egy City szurkoló van a leláton. Eltávolítani, távolítsuk. Vettem központ, megagyaljuk, vétel vége. Na, folytatódjon akkor, van még hátra 45 perc. Morata 2-t lőtt, a Fulham 1-et. Meg kell nyerni, gyerekek. Maguire. Gyönyörűen Trippierhez, szép a háromszögelés. Joelintonnal játszik össze Trippier, és indítja Antonit. A cselgép megjátsza befelé. Antoni egy csellel, beteszi középre. Morata! A mester hármasért megy! A kipattanóról meg lekésik kancsal kacsa. Kiváló hazai védés, marad az eredmény, de a kirúgás után miénk a labda. Kvaradona, micsoda csellel! Kvaradona, ellövi! Szép a blokk, de marad még mindig nálunk a bogyó.
Micsoda átvétel volt. Calvin Phillips, Joel Linton, tovább tenné Lisztes, gyönyörű csellel az ifjú Lisztes, Morata, Anthony, és ott van a védés megint. Hát mit jövünk itt a második fél idő elején? Valami egészen elképesztő beszédet mondhatott Babatunde Ndidi a fiúknak a szünetben, mert hihetetlen irammal támadunk. Jön a szöglet is Trippiétől, és lehet ismételni, szép a felszabadítás. Maguire, gyönyörű, és már megint lehet lendületből. Anthony, ketten középen, jön a beadás, az cimbalom szögből durran. Nézd meg azt a tekerést! Megnézte a bekemes Netflix sorozatot, Anthony, azt hogy csavarta át a túloldalra? Részletkérdés, hogy les volt, de... Mit megyünk, te jó ég? Kényszerű csere, Kvaradona belesérült ebbe az akrobatikus mozdulatba, úgyhogy a 69. percben Jeremy Béla érkezik a kispadról. Az állás továbbra is 1-2, de hihetetlen, hogy mit pörög most a Nessa FC. Pereira még mindig, Pereira még mindig, szépen teszi ki a szélre, teté beadása, Gulácsi! Davis még mindig, nem tudják tartani a tempóját, jól megy Davis, jól megy még mindig, beteszi Jeremy Béla! És ezt is védi a kapus. Nem telhet el úgy a második félidő, hogy egyet se lövünk be. Hát gyakorlatilag totális dominancia van az egész második 45 percben. Anthony, Anthony befelé, Anthony lövi el, és 11. Megsajnált a játékvezető, és a mester hármasért mehet Morata, amiből 2-11-es. Robinson kezére pattan a labda, a kéz kereste abszolút a 92. percben. Álvaro Morata, ott a mester hármas, 1-3, eldönti a három pont sorsát a Nessa FC. Hát ezért jó, hogyha ismeretlen és jelöletlen bankszámlákról tudunk utalni. Tombol a stadion, győzni fognak a vendégek. Amit a múlt... Meg, ott van, kicsit a fehér köd leszállt. Annyira mérgesek a fulemesek, hogy leszállt a fehér köd, de azt akartam mondani, hogy amit az élet elvett tőlünk múlt héten, azt most visszaadta. Babatunde kicsit ráfenyített az FA-re, az angol sportszövetségre, hogyha még egyszer előfordul az a szintű csalás, ami legutóbb történt velünk, akkor nagy bajok lesznek, és elindul a Mercedes flotta, ennek szellemében pedig, hát megtörtént, amire vártunk. Végre igazságos ítéletek. Fulham, Nessa FC 1-3. Kedves Babatunde, egészen hihetetlen, hogy milyen motiváltan jött ki a csapata a második félidőre, és elképesztő dominanciát mutattak a gyepen. Meg lehet kérdezni, hogy mit mondott nekik az öltözőben, ami ennyire feltüzelte a fiúkat? Mondani játékosoknak fontos beszéd. Szólni nekik szívemből. Mondani... Nessa FC minden labdarúgó magyar. Én lenni magyar, aki lenni Nessa FC játékos, az lenni magyar. Na már most, aki lenni magyar. Magyar futball nemzet, érti? Futball nemzet. Magyar ősapák és ősanyák, szülni futballista. Emlékezik Árpád. Emlékezzen Árpád. Árpád vezér érkezni honfoglal. Asszonyai duplán szül. Szülni egy magyar és szülni egy labda. Magyar asszony szülni labda és szülni fiúgyermek. Magyar futball nemzet. Tehát nekünk csak a győzelem. Ért? Abban pillanatban. Éljen magyar, éljen Nessa FC! Köszön szép! Azért jó látni, hogy Babatunde Ndidi itt a nemzeti ünnepeink környékén ilyen hithűen képviseli hazáját. Mondjuk nem egészen értem, hogy ez a magyar nő hogy szül focilabdát, de
Ez valószínűleg egy ilyen költői kép volt, amit ő próbált velünk érzékeltetni, és a lényeg az, ha focistáinkat tudta motiválni, akkor ezt mi elfogadjuk, úgyhogy hát gratula neki is, meg a csapatnak a győzelemhez. Hát lássuk be, azért a belüket is kidolgozták a fiúk ezen a találkozón, úgyhogy valószínűleg itt a Nessai FC Wolfson majd nem ártana egyet pihentetni. Természetesen, személyesen mindenkit megdicsérünk, és Mudrik jelzi, hogy ő készen áll a játékra, úgyhogy megígérjük, hogy lesz lehetősége. A Chelsea hát ugye újonnan felfejlődött Arsenal gyilkosának is. Közben természetesen figyelem itt a gyúrós kapusunkat, az ifjú Papacito Eriksont, aki már 53-as értékelésű, 300 kilóval nyom fekve nyilván egy kézzel, de egyelőre nem tudjuk még promotálni őt a felnőtt csapatba, úgyhogy tovább pallérozódik. Hát egyelőre egyedül az ifi egyletben, nincsenek társai, de most ahhoz, hogy fekve nyomjon, igazából nem kell neki segítség. És ha minden igaz, akkor a scoutjaink is kegyetlenül járják a világot, csak azt kéne megtudnom, hogy hol tudom megnézni, hogy kiket scoutoltak, mert hogy ugye küldtem őket mindenféle kiváló helyekre, az ifi scoutokat, itt vannak az ifi scoutjaim, Magyarország, Szaúd-Arábia, Korea, tehát hogy pörög a Nessai FC bővítése. Itt vannak a magyar legények, hát ilyen hajjal nem leszel Nessai FC focista, az ott egy 90-es potenciál. Gyere Móricz, Gusztáv az biztos, hogy nem, Nándor esélytelen ezzel a szakállal, fiam. Ödön Elek, a nevet tetszik, de ez a potenciál, ez nagyon kevés lesz. Arnold Terminátor szeretne lenni, ha nagy lesz, de nem lesz belőle. Viszont Lajos! Az öreg Lajos 15 évesen már, hogy mi kiegeresedik, oda nézzetek. 93-as potenciállal abban a pillanatban jöhet. Viktor nem, Mózes nem, és László sem. Nézzük a megfigyelt szaudiakat is. Itt Jamalno, Zubair Al-Otaibo nem, Malik Huzaim szintén nem, Madani Amin nem annyira. Most már lassan inkább azt mondom, hogy ha valaki itt kiemelkedik és megugorja azt a potenciált, például oda néz, Nadir Ahmad 94, a behet durran is, ő nem, elé nyomtam, nyugi, nem, és nem. Azt mondja, hogy várjál Félix, várjál, kivágjuk, melyik volt az? Dosszari, nem Dosszari, no, téves, rossz volt az igazolás, hamis igazolás, takarodja, úgy, ez az. És végül, de nem utolsó sorban, a koreai reménységek. Nézzük, hogy Koreából tudunk-e valami K-pop sztárt behozni a csapatba, azért az jelentősen megdobná a Nessai FC női szurkolóinak a számát. Nagyon szépek ezek a gyermekek, csak focizni nem tud egyik se. Hát nem baj. Még keressük. A korai tehetséget még keressük az ifik közé, de bővült a csapat. Nézd meg, ne kelljen most már Papacito Eriksonnak egyedül gyurmázni. Kapott maga mellé társakat. Két magyart és egy szaudi ifi tehetséget. Nagyon jó. Közben itt folyamatosan pötykölgeti nekem pirossal ezt az edző kérdést. Nem tudom, hogy ebbe érdemesen nyúlkálnom, majd így YouTube kommentbe lehet írni tippeket. Nem tudom, hogy így fejlődnek-e az edzőim. Vagy hogy így rúgja ki edzőket. De legutóbb azt írtátok, hogy az edzés kirúgásnál lefagy a játék. Ugye most már többet nem enged fölvenni, mert tele vagyunk az edzők tekintetében. Hát ilyen 3 csillagos, 4 csillagos edzőim vannak, de hogy egyiknél sincsen meg a csillag, ami így kéne, hogy legyen, úgyhogy a YouTube kommentben, ha valaki vágja ezt az edző kérdést, akkor majd segítsen nekem. Köszi. Na de nincs más hátra, mint előre, a klubügyeket intéztük, hölgyeim és uraim, Nessai FC Wolverhampton bajnoki jön. Amúgy ezt csak így zárójelbe kérdezem, Félix, ezével mi történt? A gyerek bazd meg 3 hónapja az intenzíven van. Mi történt vele? Ja, jó van, akkor hát B csapattal fogunk játszani, mert a többiek fáradtak, és egy kicsit promózzuk az idegenbeli mezt, hogy az is fogjon a shopba, ha már ilyen szép teniszöldet is beújítottunk, a Wolves meg nem narancssárgába lesz, mert az hazugság, hanem ők ilyen szép, szép, szép pirosba lesznek. Na gyerünk! Teltház a Mama Tunde Gardenben!
Megérkezett az ifjabb csapat, a Nessai FC a következő fordulóra. Gyerünk, fiú! Mudri nagy formában van, oda néz! Oda néz, mekkora formában! Jézusom, mit csinál! Bolond a gyerek! És ott a vezető gól! Egy perc után megvan az első gól! A Mikhaló Mudri! Hát mit csinál a gyerek? Bolond teljesen! Hát mióta a Nessai FC leigazolta, világszintű játékos lett. Elszalad a szélen, és higgadtan behelyezi a hosszúba. Megvan a vezetés a mérkőzés legelején. Haladhatunk az 5-0 fele. Gatti, Mudrikhoz rövid. Sokáig járattuk most a labdát, veszély itt is, ott is. És Adama Traoré megszerzi. Na hát Félixnek nem kell vágni. Evan Ferguson kínálja a szélre. Mudrik, gyönyörű játék, Lisztes be középre. Jaj, de gyönyörű helyzet! Hát megérte fölépíteni ezt ennyi szövegeléssel. Ihletett formában a Mama Tunde Garden egylete. De marad az 1-0. Jön a szöglet. Traoré befelé, bele az emberbe, ott három csont eltört. Néko Williams távolról, az is lepattan. Marad nálunk a bogyó. Egyszerűen nincsen szünet a mérkőzésen. Traoré lő! Mellé! Most lélegezhet föl a Wolves. 20 perc játék után durrognak a helyzetek. Az állás azonban csak 1-0. Elveszíti az Ovis fiú. Valószínűleg nem volt meg az ebéd utáni alvása, ezért kicsit Ferguson, mint hogyha a mai mérkőzésen be lenne rozsdálva. Nagyon fontos, hogy a zsíros kenyér után egy nagyot aludjunk, és ez most nem volt meg! Egyenlít a Wolves! Minden azon múlott, hogy Evan Ferguson nem ment el az ebéd utáni szundiára. Hát egy ilyen fiatal, fejlődő szervezetnek muszáj aludni a délután, és Evan Fergusonnál kimaradt. Biztos, hogy túlságosan feltüzelte magát a napközibe, és nem tudta kialudni magát. Labdát veszít a középcsatár, és ebből gólt kapunk. Semmi baj, ne haragudjunk az ifjú Fergusonra, 1-1, de rengeteg időnk van még. Kunya viszi az alapvonalig, Moleiro, Ospina! Hát mit védett Ospina? Már elindult volna a hosszú passzra, és megfogta a röviden. A vendégek percei a Mercedes kölcsönző előtt. Jön a szöglet, Ampadu kifejeli, abból lehet lőni. Sittes Tünde Endidikites izet mellkasáról pattal le. Újabb beadás, és végül... 11. Nem lehet. Jó, nem. Hát vicces volt. Jókat neve... Hát bazeg, az, hogy pöcsön könyökölte, az nem 11-es. Gyerekek! Kunya a labda mögött. Ospina rossz irány. 1-2 a Wolvesnak. Vezetnek a vendégek. Ha meg tudnám verni Adama Traorét, megtenném. De nem tudom. Srácok, ki mondja meg neki? Hát valaki mondja meg neki. Hát bazd meg, valaki hozza össze. Te mondd meg neki. Én nem mondom meg. Te mondd meg neki. Hát folytatódik a második félidő. Adama Traoré az öltözőben maradt. Állítólag senki nem merte neki megmondani, hogy a mester lecseréli, úgyhogy elcsábították. Megmondták neki, hogy ingyen Mercedes akció van a kölcsönzőbe. A meccset meg félbe szakították, úgyhogy bukta Csabi a helyén. Reméljük, hogy nem jön rá, hogy egy csöppet elégedetlenek voltak vele, mert befenyíti az edzői stábot, de hogy akkor pörög a második félidő, és bukta Csabi is, igen, csak pörög! Csabikám! Jaj! Jó volt Csabikám, csak ne emeljünk, lőjünk inkább, de gyönyörséges volt, na gyerünk! Ne amúgy azt mondták Adama Traorénak, amiért elsétált a mérkőzésről, hogy újra lehet jegyet kapni az Azaria Puskás koncertre, úgyhogy egyből szaladt.
Szokták látni néha az öltözőbe a csapattársak így vibe-olni Adama Traorét, ahogy ott énekelget, hogy mi a fasz? Ne. Lágyan, érzelmesen az idesi flow-ba van általában az öltözőbe Adama Traoré, most nem tudom ebbe mi a hihetetlen, abszolút éli a magyar srác zenéjét. Nagyon helyes. Na, közben fotballmérkőzés is van. Mudrik kap labdát, bukta Csabitól, Lisztessel az összjáték. Mudrik a megmentő! Félix, nyomjál be valami mocsok undorító elektromos zenét, bazd meg, de valami nagyon nagy szemetet, ami perzsel az autóhangszóróból. Bám! Tedd le a zászlót! Mert csuklódat eltöröm! Hogy lesz? Akkor anyádat! Ott van! 2-2, hozza labdát, mert nagyon szumiztatjuk ezeket a farkasosokat! Érted? A Wolverhamptonból kismuk lesz, mire hazamennek! Lisztes! Kéz! Az kéz! Ott is! Én kapok sárgát! Miért én kapok sárgát? Te vagy már! Szabad! Az befelé szabad! Ott van! Nyugi, nyomod! Az gólveszély! Mindannyian tudjuk, hogy belövöm! Azon a teljes emberrel nézd meg! Tökéletes, hibátlan szög. Jaj. Basz meg! Tedd el a scripted! 2-2. Lehet hallani a közönséget. Igazuk van. 50 felülés, 100 fekvő, 25 kötélmászás. Nem válasz. Lenni tele, hogy mond irodalmi nyelven? Faszom lenni tele. Nem. Játszani. Mi játszani fotball? Kisvuk csapat meg. Húzod be kapu elé. Kamu 11-es. Lenni 50 helyzet, 43 szöglet, nem lehet. Ennél többet nem lehet pakol mérkőzés. Hát most lehet mond, igaz ez? Lenni igazság? Mit mond? Nem lenni igazság. Hát egyszer nem lé. Mi járatni labda? Mi lőni kapu? Mit csinál minden? Nem tehet róla, ellenfél kapus. Lenni Superman. Ért engem? Érkezni idegen bolygó. Nem tehet ról. Vizsgálat indul. UFO vizsgálat. Indulni kapus. Köszönöm szép. Hát gyerekek. Jó, szereztünk egy pontot, de amúgy ez a meccs végig kézbe volt. Nem. Lefociztuk őket. Haladjunk. Haladjunk tovább, jön egy kupa mérkőzés, most már nagyon érik. Tehát egyszerűen ennyire pekhesek nem lehetünk állandóan, most már nagyon érne az 5-0. Drasztikus változások, méghozzá beveti a csodafegyvert Babatunde Ndidi, egyrészt az egész csapat bohócra maszkírozta magát a Manchester United tiszteletére, hogy végre győztek a BL-ben, és beveti a legjobb csatárát, Babatunde Ndidi, a kapitányt, Harry Maguire-t, a leggólerősebb játékost ezen a planétán fölküldi előre, és neki megyünk így az A csapattal a Leicesternek. 5-0 a kupába, most vagy soha érkeznek a játékosok. Hát Álvaro Morata nehezen emészti meg a döntést, hogy miért került a kispadra, és miért Maguire a csatár, de Ndidi már előre fejbe lejátsza a meccset, hiszen a volt csapata ellen kell a kapitánynak, a vezérnek
irányítani ott elől, és hát mi lehetne nagyobb motiváció Maguire-nek, mint a Leicester ellen egy jó Mester 3-as szerezni. Na gyerünk, nyomod! Mavadidi? Ki az a Mavadidi? Hát bazd meg, elhoztuk Sittes Tündét a Leicesterből, össz van egy Mavadidi. Hát ki az a Mavadidi? Honnan van ennyi didiük? Na közben rúgjunk egy gólt. Kvaradóna, bam! Gollasszó! Egy uszi! Szerki kutya! Hiába van itt Mavadiditek, gyönyörű a lefordulás! És Kvaradóna lövi meg az első. A kancsal kacsa betalál a kutyáknak. Egy uszi! Trippier a labdával, nyomunk el, nyomjuk tovább előre. Nincs megállás, Trippier. Kopter, micsoda csel Koptertől, Kopter teszi vissza, Kvaradóna! Jó focista, Bray Brook, beteszi, Gulácsi, nem lehet! Nem lehet a szutykos kipattanó, bazd meg! Nem, na, ne, na, Kemény kígyó sámán szellemeit hívom. Nyugi, nyugi. Ez csak egy videójáték, ez csak egy internetes sorozat, nem kell megverjünk senkit az utcán. Mondjuk jó lesne, de nem kell. Ó, micsoda gólpasztad a kapitány! Csak lőjük már be! Hátra, Winks, jó az indítás, stabilan zárjunk hátul, Upamecano mellett Wardy el tud menni, Upamecano sprinten, jó beadás, Mavadidi! Anthony megy, Kvaradóna középen, gyönyörű! Helyzet compilation. Ja, helyzet compilation a mai adás, érted? Támadnak a vendégek. 45. perc, Mavadidi beteszi. Hol a védelem már meg... Hol vannak a védőim? Hol? Ver, dove? Az főtekeri a hosszú. Szünet. Szünet. Hát most, amit Ndidi-től kapni fognak a fiúk, azt nem teszik a fülük mögé, mert szánalom, ami most megy. Szánalom, hazai közönség előtt. Most világverő második 45 perc kell, gyerekek. Mit csinál? Mit csinál? Ha nem akar lőni gól, maradhat anyád hátán patanás. Ért? Gyerünk! Gyerünk időt! Na jó. Reménykedjünk. Nézzük. Második fél idő. 45 perc. Új, Gulácsi minót. Na nyugi. Joelinton. Lehet indulni előre. Anthony kapja. Gyönyörű. Gyorsítsunk fel, Anthony. Mutassuk a sebességet. Szépen viszi el Anthony. Visszacsel. Maguire. Ott a lő. Nem baj. Nem baj. Szép támadás. Szép helyzet. Nyomod. Davis. Szépen. Kvaradóna. Maguire tovább. Gyönyörű játék. Ott a terület. Anthony helyzetben. Anthony! Kapufa! Joelinton. Szép labdaszerzés. Maguire. A sztár csatár. Gyönyörű játék. Kvaradóna lő! Hermansen. Hölgyeim és uraim, Adama Traoré visszaért. Lefoglalta az Azi koncert jegyeket. Lisztes Krisztiánt váltja. Maguire. Ki a szélre? Nem oda akartam, de mindegy. Trippier. Anthony. Gyönyörűen Anthony. Anthony még mindig. Anthony be középre. Kvaradóna gól! Ott az egyenlítés a 82. percben. Maguire elviszi az embert. És föltámad a csapat hirtelen. Adama Traoré beállt. Visszajött a jegyfoglalásból. És új életre kell a csapat. 2-2 a kupában. És van még hátra 9 perc a rendes játékidőből. Maguire elviszi az embereket, Kvaradóna betalál. 2-2. Joelinton, gyönyörű passz. Adama Traoré megy el. Adama Traoré, Maguire! Belerúgta a saját emberébe, és les. Letelik a 90 perc, jön a hosszabbítás. Egészen felpörög a Nessai FC, és újabb labdaszerzés. Kijön benn középen, kijön benn középen, gól! Kupában! Adama Traoré beállás!
kiadásával megváltozik az egész csapat habitusa. És Harry Maguire, hát igazi hamis 9-es, ott viszi el az embereket. NDD titkos csatárja. 3-2. Megvan az előny, és másodpercek vannak hátra. Hihetetlen, az utolsó 10 percben mi történik. 94. perc, le kell fújni. Le kell fújni, Spori, le kell fújni, nem mehet végig. Nem is megy végig. Tovább jut a Nessai FC a Liga kupában. Megvan a győzelem. Egészen hihetetlen, hogy mi történt a pályán. Meg kell hallgatni erről Babatundét. Csodálatos győzelem, hihetetlen fordítás. Maguire csatárban, és Adama Traoré a kispadról beállva. 2-3, 3-2, én se tudom már, extázis a Mamatunde Parkban. Gyönyörű meccs! Egészen hihetetlen, hogy tényleg mi történt a 75. perc után Adama Traoré beállásával. Megváltozott a teljes csapatjátéka. Igen, lenni nagyon lelkesítő, ugyanis elárulhat Traoré visszaérni jegyfoglalás, és egész csapatnak szerez Azaria Puskás jegy. Azi Puskás jegy egész csapatnak. Hát megörül annyira, mindenki megörül, hogy egészen új futball. Traoré lenni nagyon rendes. Foglal mindannyiunk jegy. Úgyhogy Nessai FC, menni Azi koncert. Nagyon köszön, boldogság és győzelem, dicsőség és kondi. Köszön szép. Hát nézzétek meg, hát ez az Adama Traoré, hát visszaért a mérkőzés 75. percében, és elmondta az örömhírt az egész csapatnak, hogy mindenkinek Azaria koncertjegyet foglalt. Hát micsoda csoda ez az ember, ennél nagyobb motiváció nem is kellett nekik. És lehozták. Hát látjátok, egy ilyen jó hír le tud hozni egy kupameccset, gyönyörű. Na haladjunk, hát ilyen örömhírek után most már csak le kell hozni ügyesen egy bajnoki, gyerekek. Hát reméljük, hogy ez felvillanyoz mindenkit. Igen, amúgy arra nem jött még rá a csapat, hogy igazából Adama Traoré azért vett ennyi jegyet, mert a bicepszei elfoglalnak 2 szektort. Tehát, hogy igazából azt nem mondta el a csapattársainak, hogy magának vette ezt a sok jegyet, hogy elférjen, de nem baj, erről nem kell tudnia a többi focistának. Még egy meccs belefér, nyomjunk le még egy találkozót, ha már ilyen örömhírekkel gazdagodtunk. Ma hát kicsit fel kellett forgatni a csapatot Babatundénak, mert itt a sérülések meg a Maguire-i csatár kérdések miatt azért megfáradtak a fiúk, úgyhogy a B csapat jön főleg, de a kezdőbe került Bukta Csabi és Jeremy Béla is. Adama Traoré irányít, mert Lisztesnek is pihenni kell. Az Evertonhoz látogatunk idegenben. Reméljük, hogy Evan Ferguson most megtartotta a délutáni alvását, és tudott pihenni, és lehozza nekünk ezt a mérkőzést. Ott jönnek a hazaiak, készülgetnek, tudják, hogy a Nessai FC most már hivatalosan is Azival hangolódik a szünetbe, oda néz, milyen motiváltan jönnek ki az öltözőből. Egyértelműen látszik, hogy melyik csapat az esélyesebb. Sondá is gratulál Babatunde Ndidinek a kupa továbbjutáshoz, és sok sikert kíván a mérkőzésre. Hölgyeim és uraim, pingvinek és apacs helikopterek, a mai záró találkozónk az Everton Nessai FC angol bajnoki. Gyerünk, srácok! Manu Koné szerez labdát egyből a meccs elején. Szép az összjáték, Traoré teszi fel Fergusonnak. Marad nálunk a labda, Bukta Csabi, Manu Koné, a teljes ember csatlakozik az akcióhoz. Teles a szöglet zászlónál, gyönyörű cseltelestől, Traoréhoz a labda, jó a beadás, Jeremy Béla lő! És ott az első védés Pickfordtól. Intenzíven kezdődik a mérkőzés, Manu Koné, Mudrik, Traoré! Mellé! 5 perc után helyzet hátán, de marad a 0-0. De szépen kihozza az Everton, és Beto indul el. Beto kéne betolni, Ospina, jó van. Beto tolja, vigyázzunk ezzel a Betóval, mert betolja, Everton kontra, és Ospina véd megint. Bukta Csabi a cselekkel, gyönyörűen csinálja meg Csabeszkó, ott a labda Fergusonnak, Traoré jön mellé. El vagyunk átkozva,
Mióta Azi rajongó lett Babatunde Endi, de ő is csak azt üvöltözi a kispadról, hogy mi a fasz? Mudrik befelé, kérné a túloldalon teljes, szépen lekezeli, csak nem kézzel, hanem mellel, teljes ember, szép a csel, be tudja tenni, Mudrik lő éles szögből, Pickford. Szép a kicsi szöglet, teljes teszi be, Traoré egy csellel, Traoré gyönyörűen, ott az gól, nem volt kéz, ne fújj le, nem lehet ilyen. Érvénytelenítik a gólt, az ott egy hiba, a Ferguson meg tudja szerezni önzetlenül be középre, és megelőzik Traorét. Be középre. Ospina, gyönyörű védés. Ferguson, bukta Csabi megy el. Ott a sprint, rá kell lőni, Pickford. Samoaz. Köténybe viszi el, bazd meg az ember. Beto jön, Ospina, nem. Kamugól. Csittes tünde, Traoré, Mudrik kéri. Szép összjáték, Ferguson. Bukta Csabihoz tovább, Bukta Csabi, megvárja az embert. Ferguson, ott a helyzet, gól! Na végre! A 22. helyzetből ott van. Megkapta a lekváros kenyeret, a csokis tej mellé Ferguson kialudta magát, és beveri a hosszúba az ifjonti csatáró. 1-1. Nem lehet. A nagyszámok törvénye alapján nem lehet, hogy ennyi helyzettel, ekkora XG-vel ne legyenek meg a 3 pontok. Gatti szerez labdát. Még van egy kis idő az első játék részben. Mudrik. Ferguson kérné vissza. Adama Traoré. Ferguson hoz nagy helyzet! Mellé ez is. Nem fújod le. Még az mehet. Fél idő. Elbeszélgettünk, meditáltunk, az egész csapat vibe-olt a legújabb slágerekre. Nyugi, meg lesz. Manu Koné. Traorénak középre. Mudrik kérné. Mudrik megy. Mudrik cselez. Mudrik még mindig. Gyullad az aza! Hát és nem lehet berúgni, ember! Hát nem lehet, hát a védők közül jövök ki. Azt nem lehet belőni. 4 támadó, 4 védő, Ferguson jól lép el. Ferguson megy. Ferguson át kéne venni a másik lábra, és lőni ko... Harrison gyönyörűen indít. Figyeljünk a hosszú oldalra, Beto a labdával, Beto még mindig, Beto... Nem. Vége van. Most. Hello. Köszi. Vegyetek mezt. Hello. N betű. Ez a leggyönyörűbb dolog, amit a világon látok.